Annyi a jó kérdés, beszélgessünk, a műsor támogatója a jettel folyamatosan bővülő 5 hálózata. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a popfilter nézőit, ezt még szoknom kell, de most már videós formátumban is láthattok minket, és nem csak hallhattok. Ez itt a Jettelel közös tavaszi évadunk uh, záró epizódja, és Bén Nagy Réka ül velem szemben, akiről szeretném elmondani, nem azért ül nagy napszemüvegben, mert akkorában van, hogy már nem mutatja meg a szemét nektek, hanem Mondd el, kérlek, jó? Hát, uh pár napja árpám van, <laughs> úgy, hogy, ami akármilyen kellemetlenül is hangzik, ez van. Kijött, és hát borzasztóan néz ki a szemem. Jó, már javuló tendenciát mutat, de nem érzem komfortosan magamat most napszöveg nélkül. Úgyhogy igen, ezért. Ugye nem azért már, hogy tiszteletlen lennék, vagy bármi, mert én kifejezetten nem szeretem, hogyha valaki napszövegben van, és kommunikálok fel, és nem látom a reakcióját, úgy, vagy ugye az arcát rendesen, úgyhogy sajnálom. És egyébként én azt hozzátenném, hogy itt nem arról van szó, hogy a Réka ezt erősen eltúl valóban látszik a szemén egy egy komoly duzzanat, úgyhogy ez nem, nem szép észeti beavatkozás ez a napszeművek, hanem ez most abszolút indokolt. És uh, egyébként ez hozza is magával az első kérdés soromat tulajdonképpen, hogy itt kommunikációról beszélgetünk ebben az évadban, online kommunikációról, és hát neked legutóbb, amikor néztem, volt 200, igen, megnézem, 200 ezeres követőtábor Instán, és 270 ezer feliratkozód van most, vagy követőd TikTokon. Uh, fú, ez, ez, akárhogy is számolom, ez nagyon sok ember. Igen. És, és nyilvánvalóan van egy elég uh, kivételezett helyzeted ebből a adódóan, ami a nyilvánosságot illeti. Én ezt úgy értem, hogy uh, óhatatlanul is úgy érzem, hogy nehezedik rád egyfajta nyomás abból a szempontból, hogy hogy mit mutatsz meg, mit nem mutatsz meg az életedből, illetve mi az, vagy hol van az, ahol meghúzhatod a határaidat. És ez egyébként pont, ez egy jó, hogy megmutatjuk a valóságot, de azért van egy határ, tehát nem kell mindenképpen mindent megmutatnod. Igen, én alapvetően az a típusú ember vagyok, aki ugye felvállalom smink nélkül az arcomat, ö, vállalom azt, hogy nem vagyok egy karcsú lány, megmutatom az alkatomat, szóval, hogy én így, így abszolút egy nyitott személyiség vagyok, és, és könnyen beszélek akár ugye a problémáimról is, legyen szó ugye az a bullyingról, legyen szó akár ugye a nem is tudom, például, hogy pszichológushoz jártam egy időben. Szóval, hogy én, én igyekszem megosztani ezeket a dolgokat, és nem csak egy filterezett valakit megmutatni, mint hogy ugye most is megmutattam azt, hogy igenis bevandagadva a szemem, és pont pár napja megosztottam egy képet, így próbáltam eltakarni, de azért, ha valaki megnézi, látszódik, hogy ott van az a kedves kis dudor a szememen. Szóval igen, nagy felelősség egyébként az, hogy mit osztunk meg akár bármilyen influencerről vagy tartalomkészítőről beszélhetünk, mert rengeteg emberhez jutunk el, és rengeteg fiatal, aki követ ezen a, ezeken a platformokon, és át kell gondolni azt, hogy, hogy mi az, a, amit szívesen megosztok, mi az, amit nem szeretnék megosztani. Én szeretek fontosabb dolgokról is kommunikálni, mert úgy gondolom, hogy hogy mivel sokan figyelnek ránk, hatással vagyunk másokra, és azért, azért érdemes olyan dolgokba is beleállni, amikkel hozzáadhatunk a világhoz. Én például ugye az örökbefogadást szoktam kommunikálni a felületeimen, hogy a kiskutyákon segítsünk, illetve a felelős állattartásról, és, és igen, ez, ez, egy fontos feladat, át kell gondolni, hogy, hogy mit, hogyan beszélünk az interneten magunkról. Ez egyébként a való életben is tudom, hogy hogy így van, tehát voltunk már közösen kutyás rendezvényen is, és látom, hogy te nem, nem csak az Insta kedvéért foglalkozol a kutyákkal, és nem csak azért, mert ez egy jó reklám dolog. Hát én ezt a buldogmentőként tudom mondani, hogy, hogy azért ez, ez, ez komoly felelősség, meg sokszor nagyon komoly érzelmi teherrel is az jár. biztos. És ezt szerintem nagyon fontos, hogy beszélünk, megbeszélsz ilyen, dolgokról. Ugye azt a szót használtam, hogy, hogy kivételezett helyzet, mert azt tapasztalom, hogy a nagy követő táborral rendelkező emberekre gyakran mondják azt, hogy jó, hát könnyű neked, te olyan szerencsés vagy, mert hát igazából bármit csinálsz, te abból pénzt keresel, te bármit kérhetsz, bárhol bármilyen ajtó megnyílik előtted. Egy kicsit szerintem azért ezt így árnyaljuk ezt a képet, mert úgy sejtem, hogy nem mindig feltétlenül ez a valóság. Húha, hát ö, nyilvánvalóan a sok követővel együtt jár az, hogy ugye ez, ez a legtöbbünknek már a munkája is. Ugye én is évek óta ebben dolgozom, és igen, valóban ö, rengeteg együttműködésem is van. Ö, de azért nem úgy kell ezt elképzelni, hogy így az ölembe hullott minden. Tehát, hogy, hogy én 14 éves voltam, amikor az első videómat feltöltöttem, 12 évvel ezelőtt rendszeres videókészítő kb. Olyan 17 éves korom óta vagyok, szóval közel 10 éve, tehát hogyha belegondolunk ebbe, azért rengeteg munka folyamat volt, és azért nekem se úgy történt az, hogy egyik pillanatról a másikra követtek be sokan. Emlékszem, hogy az első tízezer embert évekig tartott, még elértem. Szóval rendszeres posztolások, kommunikáció kellett ahhoz, hogy ennyien bekövessenek, és utána, amint meg lett a tízezer, jött a húszezer, és egyre nagyobb követőbázisom lett. De én, én például azt érzem, hogy nem használom ki annyira azt, hogy influencer vagyok. Szóval tudom, hogy nagyon sokan bármifajta kozmetikai beavatkozás, most csak gondolok arra, hogy egy, nem tudom, liftinget és minden ilyesmit ingyen megkapnak, vagy ingyen elintézik azt, hogy bebutorozzák a házukat, és egyebek, na én ilyeneket nem szoktam csinálni. Én pont az a típus vagyok, hogy én, én a körmömért is ugyanúgy fizetek, szóval én nem szeretem kihasználni, ezeket a dolgokat, pedig egyébként megtehetném, és sokan ki is használják, és szerintem ezzel nem feltétlenül van probléma. Nem, de én, én nem ez a típusú vagyok. Egy nagyon komoly reklámfelületet is adnak azok, akik Így van. utána erre a posztolnak. Tehát, hogy én ezt egy picit azért még mindig félreértésnek érzékelem a, a, az emberek nem, szemében. Ne, ez ne, igen, 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 tehát, hogy nem az van, hogy csak úgy ingyen odaadják, mert az, hogy, hogy ő videót készít róla, fotót készít róla, egyrészt egy befektetett munka, másrészt pedig annyi emberhez eljut, ami általában azért a cégeknek bőven megéri, tehát, ha megnézzük azt, hogy lehet, hogy 50-60 ezer emberhez eljut egy posztja az embernek, és mondjuk abból lehet, hogy ezren vásárolni fognak, és az bőven egy nagyon-nagyon jó felület ugye a cégeknek. Így van. Mennyire tekintik szerinted munkának az influencerséget? Mi Miel, erről a tapasztalatod? Szerintem munkának nem tekintik itt Magyarországon, és én én egyébként megértem, hogy az embereknek miért van fenntartása az influencerekkel kapcsolatban, mert valójában, hogyha én nem ebben dolgoznék, akkor lehet, hogy én is hasonlóan gondolkoznék erről, hogyha nem lennék benne ebbe, hiszen a legtöbb embernek az influencer szóról az jut eszébe, hogy van egy lány, aki egy akton pózol, és éppen fog egy terméket. Tehát, hogy, hogy ennyi, egy, egy, egy semmi, egy reklámfelület, egy két lábon járó reklámtábla. Viszont... Ö, vannak, igenis, vannak értékes emberek, akik olyan dolgokról kommunikálnak, amik igenis fontosak az életben, vagy, vagy legalábbis olyan ö, dolgokat megmutatnak, amivel akár inspirálhatnak másokat. És akár legyen szó, például ott van a mély levegő projekt, a Nem akarok beleszólni lányok, ott van a fókuszcsoport, Oswald Zsolti, akik mind-mind szerintem nagyon-nagyon értékes emberek, és ö, akik fel tudják nyitni az emberek szemét, és valóban hatással tudnak rá lenni. Szóval, hogyha az ilyen influencerekre ö, fókuszálunk, akkor akkor ez egy nagyon pozitív dolog, hogy vannak ilyen tartalom tartalomkészítők, akik akár a következő fiatal nemzedéket vagy generációt is tudják inspirálni. A túlságosan vékony falak című előadásban tulajdonképpen ezt a kérdéskört feszegetitek influencer társaiddal. Egyébként többek között Kisimivel, aki Kettő epizóddal ezelőtt itt járt nálunk, és nagyon, nagyon izgalmas reakciók érkeztek arra a beszélgetésre, mert nagyon szerintem fontos, és ilyen aspektusból ritkán megközelített kérdésekről beszélgettünk. Ebben az előadásban azért volt néhány olyan pillanat, amikor, amikor még én is elszégyeltem magam, pedig én úgy érzem, hogy nagyon nyitottan állok emberekhez, és nagyon-nagyon uh, értékelem a, az influencerek munkáját, hiszen lényegében én is tartalomkészítő vagyok. Újságíróként pontosan tudom, hogy mennyi munka van egy videóban, egy fotóban, hogy az úgy legyen, hogy legyen mögötte gondolat, posztszöveg, stb. Uh, de abba talán még ennyire mélyen nem gondoltam én sem bele, hogy mondjuk az önértékelésétekre milyen hatásra lehet az, hogy benneteket akár céltáblának is tekintenek, hiszen ha valakit ö, reklámtáblának gondolnak, akkor abból nagyon könnyen lesz céltábla. Így van. Ö, mesélsz egy picit arról, hogy neked milyen megéléseid vannak ezzel kapcsolatban? Én azt veszem észre, hogyha az ember minél többet mutat meg magából, akkor ugye annál nagyobb támadási felületet tud adni ugye az emberek számára. Tehát én is az a típus vagyok, hogy valóban könnyen beszélek a dolgokról. Alapjáraton egy olyan típusú ember vagyok, aki könnyen megnyílik másoknak, és, és akár olyan dolgot is olyan egyszerűen elmondok, amit lehet, hogy más inkább magában tartana, mert egy őszinte típus vagyok. Szóval igen, sajnos az, hogyha ennyien követnek, vagy ennyien ismernek, mert ugye nyilvánvalóan sokkal többen ismernek, mint amennyien követnek, lesznek olyan emberek, akik nem kedvelnek, és teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, akkor is belét fognak kötni, és szerintem ezt mindenkinek, aki, aki vállalkozik arra, hogy tartalomkészítő lesz, ezzel tisztában kell lennie, hogy azért bőven fog negativitás zúdulni rá, mert ezt, ezt nem lehet elkerülni, nincsen olyan, akit mindenki szeret, és meg kell tanulni feldolgozni. Szóval eleinte, amikor ezt az egészet elkezdtem, főleg tinédzser voltam, Tíz évvel ezelőtt borzasztóan nehéz volt, szóval voltak olyan, olyan kommentek, amik, amik csontig hatoltak, és annyira mély nyomot hagytak bennem. Viszont mostanra azért már, már megtanultam kezelni. Szóval ugye én meséltem, vagy megemlítettem azt, hogy pszichológushoz is jártam, és rengeteget fejlesztettem magamat ezzel kapcsolatban, és hogy hogyan tudom ezt az egészet kezelni. És egyszerűen meg kell tanulni azt, hogy nem tudsz mindenkinek megfelelni, és fognak rólad mondani dolgokat. Nem mondom azt, hogy zárjuk ki az a negativitást az életünkben, szóval egyáltalán ne olvasunk kommentet, mert mert egyrészt szerintem mindenki bele, -bele olvas ezekbe, és hát. hanem csak ugye meg kell tanulni kezelni ezt az egészet, és valójában egy negatív komment lehet építő jellegű is. Szóval vannak azok a típusú kommentek, például ö, nekem is érkezett egy olyan, még egy ö, ilyen haul videóm alá, hogy figyelj Réka, szerintem ez tökre nem jó, hogy így vetted fel ezt a videót, mert hogy sokkal igényesebb vagy tennél, és ez most kicsit igénytelen hatású lehet, és így megnéztem, és így basszus igaza van, úgyhogy onnantól kezdve sokkal jobban figyeltem erre. Vagy mit tudom, én például ö, figyelmeztetek arra, hogy Réka lehet, hogy egy kicsit a kutyusod meg van hízva, amit lehet, hogy valaki úgy vesz, hogy de hát most belekötnek abba, hogy milyen a, kutyusom, és hogy ez így nem jó. És megnéztem, hogy basszus, igen, neki is igaza van, tehát, hogy, hogy jobban oda fogok arra figyelni, hogy kevesebb kaját adjak például a kutyusnak, kicsit csökkensem az adagját, mert hogy tényleg az egészsége is számít ugye egy állatnak, sőt, nagyon is számít az egészsége. Tehát vannak olyan dolgok, amiket, amiket amiken elgondolkozhatunk, és, és beleépíthetjük a, a gondolatmenetünkbe, és abba, hogy egy, akár egy sokkal jobb tartalmat tudjunk készíteni, de igenis vannak azok, amikkel meg nem szabad foglalkozni, mert valaki csak úgy bele fog kötni a külsődbe, a, nem tudom abból, hogy hogyan beszélsz, Bármilyen. olyan dolgokba, aminek semmi értelme, csak kedvenc, meg kell ezt válogatni. Szabad ne feled, a kedvenc popfilteres témám, amikor a Diándorival a szerkesztőmmel már mármint, hogy storytellinget csináltunk arról, hogy indul az új évad, és a Dóri már várt engem, készítette a teámat, és valaki bekommentelt, hogy milyen egy igénytelen állat vagyok, hogy filteres teát iszom. Jaj, ne. Ami egyébként valóban nem jellemző rám, de néha igen, és, és tényleg, az így Miért én, 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 tehát, én ihat teát? Én is szoktam filteres teát inni. Teázzam. Szóval, hogy azt hiszem, hogy itt azért van egy nagyon széles spektrum, és nem mindegy, hogy az a komment az, az hol helyezkedik el a, van. a, spektrumon. A legelső részében ennek a tavaszévadnak, azt is megbeszéltük, a Steiger volt Krisztiánnal, meg a Lincényi Márkóval, hogy azért nagyon sok jó dolog és nagyon sok jó komment is uh, van. A jó kommentek néha meg sem születnek pontosan azért, mert az emberek nem akarják kitenni magukat esetleg annak, hogy valaki beléjük és én azt gondolom, hogy arról talán valóban kevesebbet beszélünk, hogy milyen ereje lehet egy online közösségnek. Uh, a múlt héten arról például volt szó uh, itt a, a a beszélgetésünk során, hogy mennyi mindent el lehet intézni, tehát a nyári Luca és a nyári Krisztián milyen sok mindent el tud intézni az online közösségen belül. Például, nem tudom, szüksége van egy burkolóra, akkor két percen belül ajánl neki valakit. De én egy picit kíváncsi vagyok a, ennek a lelki részére, ami lehet, hogy nagyon elvontnak hangzik, uh -huh. de én a saját bőrömön tapasztaltam azt meg, hogy mondjuk a depresszium során mennyit segített az, hogy vannak emberek, akikkel ugyanaz a megélésünk, és tudjuk egymást támogatni, akár úgy is, hogy nem is ismerjük egymást, nem is találkoztunk. Neked mit ad a saját közösséget? Hogyan működik ez a dinamika? Én, én szerintem tényleg őszintén mondhatom azt, hogy egy nagyon-nagyon jó közösség alakult ki így a követő bázisomban. Mert tényleg azok a típusú só emberek, akik egy másodperc alatt segítenek, tehát hogy például beteg voltam, kiírtam azt, hogy mondjanak már valami jó praktikát, és azonnal rengeteg üzenet jött, sokan írtak azt, hogy én is beteg vagyok, az már meg légy szíves, hogy veled mi történt. Tehát, hogy, hogy egy nagyon jó közöns, közösség vagy például most volt, hogy ugye a kutyusom lebénult, és az a szeretet, amit én tőlük kaptam, és az az erő, tehát, hogy, hogy nyilván nekem az egy borzasztóan mély pont volt, hogy lebénult az első szeretet, kis tacskom és nagyon mély ponton voltam, szóval napokig zokogtam. Egyáltalán azon retektem, hogy túlélje majd a műtétet, mm. és az a szeretet hullám, amit a kutyuson felé és felénk közvetítettek az emberek, az nekem nagyon-nagyon sokat segített, és például pont egy, az elmúlt, nem tudom, egy héttel ezelőtt kb. írt egy kommentelőm, hogy, hogy nem tudja, hogy milyen napon van, de hogyha esetleg rossz, akkor küldi ezt az üzenetet, hogy, hogy, biztos abban, hogy majd minden rendben lesz a kiskutyusommal, és reméli jól vagyok, és reméli feldobta ezzel a napomat. És ez nekem annyira sokat jelentett, hogy, hogy valaki ilyen üzenetet írt nekem, és gondolt rám, Szóval nekem ők egy, egy nagyon erős bázis, és, és tudom azt, hogy nyilván nagyon-nagyon sokan nem szeretnek engem, ezzel tisztában vagyok, de, de hogy van egy olyan szerető közösségem, akiknek kvázi, hogyha bármi is történik velem, tudom, hogy mellettem állnak. Most nyilván ilyesmi dolgokra gondolok, és nem arra, hogy nem tudom, valami 180 fokos fordulatot veszek és megőrülök, csak hogy, hogy érted. Tehát, hogy, hogyha van, van valami ilyen, ilyen mély pont az életemben, akkor ott vannak és, és akár megosztják a saját tapasztalataikat, a saját történetüket. És az egy kicsit, akár is csúnyán hangzik, de egy kicsit jó érzés az, hogy más is van a tecipődbe, és nem egyedül, vagy még Így akkor van. is, hogyha egy rossz dologról van szó, mert az is ilyen közösségkovácsoló. Igen, és valószínűleg neki is pont ugyanolyan sokat jelent, hogy van valaki, aki vállalja egy követőbázissal, hogy figyelj, azért itt nem mindig az van, hogy száns Én pont ezért is kommunikálok ezekről, szóval mikor ugye megtörténik, megtörtén történt ez a kutyusommal, gondolkoztam azon, hogy, hogy most ezt megosztom-e, vagy sem, és végül azért jutottam arra, hogy meg akarom osztani, mert biztos voltam benne, hogy ez nem csak velünk történik Pontosan. meg, főleg, hogy ez egy gyakori probléma, és hát ha az én utamon keresztül tudok segíteni, ezért osztottam meg ugye az iskolán belüli zaklatásos történetemet is, mert biztos, vagyok, vagy biztos voltam benne, hogy nem én vagyok az egyedüli, és ezzel viszont rengeteg embernek tudtam segíteni, és rengeteg üzenet jön napi szinten azokkal kapcsolatban, hogy nem tudom most éppen vele mi történt az iskolába, és hogy ezt hogyan kezelje, és egyebek. Tehát, hogy, hogy pont ezért beszélek ezekről őszintén, mert tudom, hogy segíteni tud, hogyan ők is segítenek nekem. Mint pont a Kemény Gabriella költő mondta itt a, a, popféterben, hogy ő kapott olyan visszajelzést, amikor őszintén egy, egy nagyon nagy mélypontja Során ha jól emlékszem, egy olyan videót posztolt, ahol sírt, hogy igen. megmutassa, hogy igen. hogy igen, van ilyen, hogy ennyire szarul vagyunk, hogy utána kapott arról üzenetet, hogy ő most megakadályozott egy öngyilkosságot Kérdésztel. ezzel. De hogy kevésbé súlyos példát mondjak, bár azt hiszem, hogy ez is, te aztán átérzed, hogy ez pont ugyanolyan jelentős dolog, hogy amikor én befogadtam egy egy nagyon idős és nagyon beteg francia buldogot, igen. Édesen. kiderült, hogy gyakorlatilag egy, egy húsevő baktérium megette a fél állkapcsát. Jézusom! És mindez azért történt, mert soha nem tisztították meg a fogát, Jézusom. és a fogkőben megtelepedett ez a baktérium, és olyan súlyos fertőzést okozott, ami láthatatlan volt jó időn át, mm -hmm. hogy mire mi így rendbe raktuk nagyjából a, a főbbnek látszó dolgokat, addigra neki így eltűnt a félel kapcsolat, és majdnem van. elvérzett, és meg kellett operálni, nem tudom, és az, az orvos azt mondta, hogy mindez megakadályozható lett volna azzal, hogyha leszedetik a fogkövét bizos, bizonyos időközönként. És én erről írtam egy egy eléggé kemény hangvételű uh, posztot a Facebook oldalamon, és uh, Tömegével jelentkeztek emberek, hogy úristen, azonnal visszam a kutyámat, fogküleszedésre megyek, és kezded, hogy négy olyan emberről tudok, akinek a kutyáját az mentette meg, hogy akkor elvitte. Ja, mert Négynél már nagyon súlyos uh, problémák voltak, és, és kaptam utána hálálkodó üzeneteket, hogy köszönik, mert valószínűleg a kutya életét mentette meg az, hogy odafigyeltek a posztomra. Pont ezért érdemes erről beszélni. Igen. Tehát, hogy én nekem, hogy most megosztottam például ezt a tacskó bénulást, Többen is bejelentkeztek, hogy úristen, Réka, ennek mi az előjele, vagy mik lehetnek. Például nálunk pont nem volt előjele, uh -huh. de most már ugye mindent tudok a témáról. És, és leírtam nekik, és akkor többen is írták, hogy úristen, hát már mutatja a kutya, hogy lehet, hogy benne uh -huh. van a pakliban a tacskobénes, és azonnal átirányítottam őket ugye a megfelelő orvoshoz, és már elkezdték kezelni. Szóval lehet, hogy mondjuk pont ezzel megmentettem több tacskót is ugye a bénulástól. És... és igenis, tehát hogy tényleg ezért jó, hogy, hogy, kommunikálunk ezekről a dolgokról. És ezért is szerintem visszakanyarod vagy az első témánkhoz, hogy, hogy ilyen szempontból nagyon jó influencernek lenni, hogyha ilyen dolgokat tudunk véghez vinni az emberekkel. Így van. Hát nálunk a VMN-nél mindenkinek megvan a maga témája, ki az, aki a nem tudom, a medőségről, ki az, aki a perinatális gyászról, én a depresszióról. E és azt gondolom, hogy ez, akár visszasnak is tűnhet, hogy ilyen nehéz témákat ennyire nyilvános térben dolgozunk fel folyamatosan a saját terápiánkkal párhuzamban, de azt gondolom, hogy ez, ezért éri meg, és, és tudom, hogy néha nehéz ezekkel, ezekkel szembesülni. Nem tudom, fölmész, a, nézed az instasztorinkat, és ilyen vicces dolgokra vágysz meg, nem tudom, de az, azt gondolom, hogy pont ugyanúgy helye van ezeknek, vagy helyük van ezeknek a, a súlyosabb, komolyabb dolgoknak is az online térben. És egyébként rengeteget tanulok én is euh, influencerektől. Tehát nyilván neked is megvannak azok, akiket úgy követsz, hogy uh, na, ez egy jó recept, én most ezt igen, megcsinálom. Igen. Vagy ú, uh, utazási tippek, én most... Japán, nekem már az algoritmuson be van állva Japánra, nem, nem tudom, mindegy, nagyon szeretnék eljutni Japánba. Én is. És címkézem, tudod, elmentem az összes jó utazási tippet, úgyhogy ha egyszer valóban eljutunk Japánba, szerintem már mindent fogunk tudni. Valószínűleg igen. Igen, de. tehát hogy azért ezt is, tehát hogy sok ember beleköt ugye az influencerekbe olyan téren, és hogy jaj, hát de csak tényleg te csak főzős tartalmat készítesz, meg nem tudom. Tehát nem, felt, tehát nem feltétlenül elvált az egy, egy embertől, hogy beleálljon ilyen dolgokba. Nyilvánvalóan jó, hogyha kommunikál ilyenekről, viszont én is szeretem követni az olyan influencert, aki csak ruhákat mutat be, mert nekem egy óriási inspiráció arra, hogy majd mit vegyek fel, nem tudom, a színpadra, a videoklippe és egyebek. Szóval annyira sokrétű ez az egész tartalomkészítési dolog, hogy, hogy bárki bármit csinálhat, csak ugye nyilván vannak káros személyek, akárhogyan is nézzük, rengeteg káros személy van az interneten. Akárhogy <laughs> is nézzük, offline is nagyon sok káros személy Igen, van. tehát, hogy, hogy, csak meg kell találni, pont ez az, hogy tudatosan meg kell találnod azt, hogy ki az, akiket szívesen követsz, aki inspirál téged, aki jó hatással van rád. Elhangzott a varázsszó videóklip, úgyhogy jön a következő kérdés sorom. Hamarosan, de majd mindjárt mondasz egy pontos dátumot, érkezik az albumod. Igen. Mesélj arról, hogy a zenei munkálatok mellett mennyire befolyásolja a megjelenést, mennyire terveztek a közösségi médiával, a te követőtáboroddal, tehát hogy mennyire teszi speciálisá a te elemezed megjelenését az, hogy te egyébként egy hatalmas követőbázisú influencer vagy. Egy, most válaszolok így az első felére. Igen, április 26-án fog megjelenni az első lemezem, és május 25-én lesz majd a lemezben mutató koncertem. És nekem ez egy óriási dolog, szóval mióta az eszemet tudom, azóta szerettem volna egy, egy albumot készíteni, és, és végre eljutottam ideig, és végre zenekaros felállásban fog tudni oh, koncertezni, jó. ez is egy óriási álmom volt, szóval nekem ez nagyon nagy mérföldkő. Nekem könnyű terveznem a zeneileg, ugye a social médiával, hiszen ugye ebbe, ebben élek, ezt csinálom nagyon-nagyon régóta, és tudom azt, hogy viszont vannak olyan zenészek, tehát nekem is rengeteg zenészbarátom van, és így mondja, hogy hát, de ő ezt nem érti. Ő csak zenélni szeret, és neki most ezt, hogy mellette most mit, hogyan kell elkészíteni, hogy reklámozza a zenét, az neki nem megy, vagy nehezebben megy. Viszont én, mikor már megírok egy zenét, és tudom azt, hogy ezt ki akarom adni, már elgondolkozom azon, hogy jó, egyrészt mi lesz a videóktipp, és abban mit tudok úgy kivenni ahhoz, hogy akár TikTokra feltöltsem, és majd készítsenek rá videókat az emberek, vagy ha nem is csak, hogy készítsenek, de hogy több emberhez eljusson majd Szóval én már alapvetően ilyen aggyal gondolkozom, és nekem ez egy borzasztóan jó platform arra, hogy eljutassam az emberekhez a zenémet. És a, valójában a TikTok a leges legjobb platform erre, hiszen csak nézzük meg, hogy a legnagyobb slágerek most jelenleg onnan jönnek elő. Tehát, hogyha valami felkapott lesz TikTokon, akkor az, az egy felkapottdal lesz mindenhol. És, és pont ezt ez, ez szerintem minden zenésznek erre rá kell állnia, hogy igenis, TikTokon és mindenhol kommunikálni kell a zenéinket, mert akkor fogunk tudni eljutni sok emberhez. Nyilván vannak azok a zenészek, akiknek már nincsen erre szükségük, de akik szerintem ilyen feltörekvő emberek, mint például én is, meg ugye az elején vagyok a pályámnak, abszolút. Ezért figyelnünk kell erre, hogy hogyan tudunk megfelelően kommunikálni és felépíteni egy jó ö, online kommunikációt egy dallal kapcsolatban. Két dolog jutott eszembe, az egyik az, hogy ha feltölt egy előadó, illetve a kiadó vagy a menedzsment, ugye van egy platform, amin keresztül eljuttatod a számaidat a különböző streaming felületekre, ott már meg kell adni a time ot annak, hogy a TikTok az. Igen. melyik az a 30 másodperc, amit a TikTok majd behúz, és nyilván egy okos előadó, meg egy okos menedzsment előre gondolkodik azon, hogy jó, akkor vajon mi az, ami ebből így igazán nagyot üthették tokon. Tehát, hogy ennyire tudatosan kell ezt már átgondolni a bármilyen előadónak. Meg jó esetben van mögötte egy olyan menedzsment, vagy egy olyan kiadó, vagy egy olyan segítő, aki ebben neki ö, tippeket ad. A másik pedig az, hogy, hogy ez ugye mondott, hogy vannak olyan előadók, akiknek nincs erre szüksége, de hogy milyen érdekes, hogy például én is írtam arról a cikket, a két busz uh, száma nem is tudom, 45? Igen. 45 évvel később lett top lista vezető a megjelenés után, azért, mert ugye a Stranger Things-ben megjelent a dal, Igen. az egyik jelenetben, onnan pedig akkora a TikTok trend lett belőle, hogy ez aztán a slágerlisták élére röpítette. Egyébként imádom azt a számot. Én is. Tehát, hogy, és szerintem uh, a a legfiatalabbak közül valószínűleg nagyon sokan akkor találkoztak Biztos, először. Két én is bussal. akkor hallottam először, megmondom őszintén. Igen, mi, hát én idősebb vagyok nálad, és nálunk a két bus az egy, az egy ilyen, akiből tudod, hogy érdemei szerint nagyon-nagyon nagy világsztárnak kellett volna lenni, de hogy, nem annyira nagy világsztár. Most sokan ezzel valószínűleg vitatkoznának, de hogy lássuk be, hogy ö, nem véletlenül lett ez a, az emblematikus számon 45 évvel később hát, igen, hát hogy hogy nem volt annyira valószínűleg a köztudatban, mint például a Queen, Michael Jackson, és még sorra. Így van, alattnánk. de hogy ez egy én szerintem ez egy nagyon szép dolog. Nagyon. Nem, hogy ilyen igazságszolgáltatás jellege van hogy végre mindenki tudja, hogy milyen csodálatos a két busz. Szerintem a tehetség egyébként utat tör magának. Lehet, hogy előbb, lehet, hogy később, de de egyszer el fog jutni az emberekhez. legalábbis én, én így, így gondolkozom, aztán sose lehet tudni, de most például ez egy tök jó példa erre. Én az, azt gondolom, hogy az fontos, hogy mindig lássuk a jó oldalát is ezeknek a felületeknek, mert és nagyon fontos, hogy beszéljünk, a, nem tudom, az online bullyingról, arra, hogy mennyit töltesz az életedből ezeken a platformokon, de én mindig szeretem azt látni, és ez valószínűleg azért van az én életemben a közösségi média, illetve maga az online kommunikáció, nekem az első számú kapocs a családom nagy részével. Komolyan? Tehát nekem 350 km-re élnek innen Igen. a családtagjaim. Én a kilenc éves keresztlányommal is Viberen szoktam beszélgetni, és nagyon vicces egyébként, hogy ő nagyon igényli is azt, hogy, hogy mi beszélgessünk, videót és nagyon fel tud háborodni, hogy nem mindig érek rá. <laughs> és pont tegnap néztem vissza az üzeneteit, hogy nem fogadott videóhívás. Hol vagy? Valakivel beszélsz? <laughs> Elgondolkodtam, hogy ez így vicces, milyen jó, hogy ez nem egy mondjuk egy felnőtt férfi írogatja, hogy kivel beszélsz? Hogy nem, nem. Úgyhogy ez, én ezt nagyon szeretem. És valószínűleg emiatt nekem van egy alapvető pozitív attitűdöm, és én nagyon szeretem azt, hogy sok embert el tudok érni fontos témákkal, és hogy uh, nekem például szerző Facebook oldalamon nagyon sok mély és fontos beszélgetés van, éppen ma uh, megy egy hatalmas vita, amiből hamarosan cikk fog születni, hogy vajon miért érzik úgy az emberek, hogy random becézgetni kell mindenkit. <laughs> Tehát ami fel, vicces téma, de nagyon érdekes és nagyon mély dolgok ki szoktak jönni ezekből a gyűjtésekből, úgyhogy uh, én látom ezt az oldalát. Ezek szerint akkor azt a fajta tudatosságot, amit a tartalomkészítőként, influencerként uh, már elsajátítottál, ezt te nagyon tudatosan tudod a zenei uh, karriered építésében is alkalmazni. Hát, próbálkozom. Úgy érzem, hogy, hogy ez jól viszonylag jól működik, szóval nyilvánvalóan nem fogok hazudni, tehát, hogy nem az összes dal fog hirtelen jól menni, tehát az csak azért, mert én megpróbálok rá felépíteni egy ilyen social media, nem tudom, kampányt, de de hogy azért érezhető az, hogy igenis, ha már van egy dal, el, amit például megosztok, ugye az elején, és érezhető az, hogy hm, erre most rá fognak ők kapni, úgymond most ez csúnya hangzik, de hogy igenis, hogy elkezdik ezt hallgatni, akkor már tudom az, hogy igen, pont ebből a részből kell majd, nekem például ugye a TikTokra feltöltenem a, a kis zenei részletet, és akkor majd erre lehet, hogy fognak videókat készíteni. Úgyhogy vagy bejön, vagy nem. Szóval, hogy azért ez, ez nem mindig úgy van, hogy 100%-osan biztos, hogy én felépítem ezt a kampányt, működni fog. Um, milyen a viszonyod, ugye a kommentekről, az azokban megjelenő esetleges bántásokról beszéltünk. Arról is már nagyon sokszor volt itt szó a, a popfilterben az előző évadokban, hogy a direkt visszajelzés, amikor Valamit kiraksz a nyilvánosság el, és arra azonnal kapod a visszajelzéseket. Az sokszor akár formálni is tudja azt, hogy hogyan alakul az a, a művészi ö, produktum. Például milyen irányba alakul egy sorozat. Erről Igen. ugye tudunk, hogy a Netflixen, ahogy az epizódok megjelennek, ö, sokszor a reakció befolyásolja azt, hogy milyen irányba megy majd a, a storyline hogy neked van-e olyan, hogy valamit esetleg átgondolsz, hogy ezt innentől máshogy kellene, vagy hogy úgy tűnik, hogy mégsem ezt tetszik a legjobban a közönségnek, akkor, akkor tehát, hogy agyalsz -e ezeken egyáltalán? Szoktam, csak az a baj, nagyon makacs típus vagyok. De ez nem baj, szerintem. tehát, hogy az a nehéz, hogy, hogy nyilvánvalóan a, akár csak nézzük a kinézetemet, tetovált vagyok, piercingekkel vagyok tele, és egyebek, tehát hogy ez rengeteg embernek nem jön be. De én ettől érzem jól magamat, szóval ezért így fogok kinézni, és nyilvánvalóan erre rengeteg negatív dolgot is kapok, hogy, hogy így nézek ki, és egyszer nem fordult meg a fejembe, hogy én ezen változtassak, mert ez vagyok én. És mondanám azt, hogy a zenéknél, tehát hogy a zenéknél figyelek azért nagyjából, hogy mi az, ami működik, de de közben meg mégsem. Szóval, hogy például ott van az Az én szívem című dalom, ami egy abszolút elrugaszkodott attól a stílustól, amit én eddig képviseltem, mert én nagyon-nagyon szeretem az elektronikus zenét egyébként, és nagyon szeretem a népdalokat is. Ugye én énekből is érettség, hiszen meg rengeteg ideig tanultam zenét és minden, szóval, hogy belém ivódott a népdal konkrétan és uh, meg ugye kórusban énekeltem és egyebek, és úgy voltam vele, hogy most meghúzom ezt a váratlant, és szeretik az emberek, de egy teljesen másik réteget szólítottam meg Aha. vele. És tudom azt, hogy, hogy például van egy dalom, ami biztos, hogy egy nagyobb közönséghez el fog tudni jutni, de van az a dalom, ami meg mondjuk az én szívemhez áll közelebb, és tudom, hogy az meg egy kisebb közönségnek fog szólni, de én akkor is kifogom adni azt a dalt, ami egy kisebb közönségnek szól, mert én azt szeretem figyelek is, de közben ott van a, úgymond az én akaratom is, hogy én mit szeretnék, mert, mert pont ettől is leszek szerintem úgymond önazonos, hogy megosztok mindent, ami, ami én vagyok. E akkor ezek szerint gondolkozz, de nem agyalod túl. Nem, nem, nem. Meg én, én, én nagyon ilyen az érzéseimre hallgató ember vagyok, szóval például az, az én szívemnél biztos voltam benne, hogy ez, ez Furcsán fogják majd fogadni az emberek, és ö, meglepő módon egyébként rengeteg pozitív ö, visszajelzést kaptam rá, és pont ugye ezzel behúztam úgy egy olyan hallgatói réteget, akik mondjuk eddig nem hallgatták a dolaimat, de ez az elektronikusabb vonal jobban tetszik. Viszont nyilván azok a, köv, azok a hallgatóim, akik meg ezt annyira nem szeretik, ők nem fogják ezt meghallgatni. Szóval hogy ezt így okosan kell vegyítenem. De, de úgy vagyok vele, hogy nem, már nem akarok azért csinálni dalt, hogy sokan meghallgassák, mert, mert eddig abban voltam, hogy jó, akkor most leülök, írok egy dalt, és akkor nagyon figyelek arra, hogy na most akkor ezt, ezt hogyan kéne úgy megcsinálni, hogy mondjuk a rádió is játsz és egyebek, és most már egyszerűen nem érdekel. Én most már csak azt szeretném csinálni, amit én viszont szeretnék hallani, és lehet, hogy kisebb réteghez fog ez eljutni, de úgy vagyok vele, hogyha kialakul egy olyan követőbázisom, ami már ugye azért kialakult, hogy ők eljönnek a koncertekre, és ott vannak velem, és lehet, hogy nem a milliókhoz szólok, én nekem ez is Tökéletes, mert ők tényleg engem szeretnék, és, a, és az én talaim miatt hallgatnak engem, és azért, aki vagyok. Van abból vicces, akár félreértés, akár csak ö, valami, nem tudom, szórakoztató, komment, üzenet, jelenet, bármi, hogyha mondjuk egy, egy nem tudom, egy, egy TikTok videóval, vagy bármi olyannal, ami virálisan válik megérkezik egy csomó új ember. Oh, igen. És akkor nem nagyon tudják, hogy ez most ki meg hol, de így láttuk, hogy jó-jó volt ez a videó, de hogy amúgy ki ez a csaj? Ebből szokott ilyen vicces jelenet adódni? Hát, maximum ugye akik először látják azt, hogy uh, hogyan nézek ki, ugye erre szoktak ilyen negatív kommentek bejönni, vagy mit tudom én, ugye rengetegszer megkapom azt, hogy te terhes vagy, nem basszus, csak szeretek enni. <laughs> ez oh. Akár is nézzük egyébként, ez egy borzasztóan bántó komment, mert egyrészt fogalmas lehet, hogy mi van, hogyha nekem bármifajta problémám Pontosan. van, és nem lett, vagy mi van, ha tényleg az vagyok, de még nem szeretném ezt kommunikálni, vagy mi van az, hogyha amúgy tényleg csak mondjuk meghíztam, és ezzel ezért egy negatív kontextusba Igen. helyezte az egész kinézetemet. Szóval, de ezek már, én ezen már tényleg nevetek. Én egyébként ebben nagyon harcos, vagy ebben is nagyon harcos amazon vagyok. Én voltam már olyan rendezvényen, ahol uh, ugye én nem iszom alkoholt. Én se szoktam. És az első kérdés mindig az, hogy terhes vagy. Én ugye nem. És átérzem. akkor én ezt nagyon uh, határozottan elszoktam magyarázni, hogy figyelj, én ezen nem sértődtem most meg. Tehát nem, nem idegből mondom, amit mondok. De van itt 30 méteres körzetben olyan ember, aki két hete vetélt el. Igen, ezt fel se hoztam, hogy például ilyen is van. Hogyha Igen. ezt a kérdést előtte teszed fel, akkor lehet, hogy neki az egész estét tönkre teszed, de egyébként lehet, hogy én vagyok az, akinek ezzel valamilyen akár egészségügyi, akár egyéb problémám van az adott pillanatban. Nem tudhatod, hogy kinek teszel Persze. fel egy ilyen kérdést, vagy kit bombázol meg egy ilyen kommenttel, és lehet, hogy nem, nem egy estéjét teszed tönkre, hanem egy egész hetét, vagy visszalököd a gyászában például. Szörnyű, hogy én... egyébként nem gondolnak bele, hogy mit írnak le, vagy mit mondanak ugye az emberek. És... Uh... Én, én amit nem értek például, hogy miért kötnek bele mindig az embernek a test súlyába. De hogy, de hogy tényleg, ha vékony vagyok, akkor túl vékony vagy, hogyha kövér vagy, akkor, most ugye emeltek ezt a szót nem is szabad úgy használni, de hogyha túlsúlyos vagy, akkor meg hogy nézel ki, újba vagy és egyebek. Tehát, hogy mindenbe belekötnek, és engem olyannyira nem érdekel az, hogy valakin van egy kis felesleg, vagy valaki nincsen felesleg. Én azt nézem, hogy milyen ember. Ja, így van. És ez lenne a fontos. Tehát, hogyha én most készítek egy videót arról, hogy ez például pont egy a kutyamenhelyes menhelyes videómnál van, hogy készítek egy videót arról, hogy elmegyek a menhelyre, és bemutatom a kutyusokat, és hogy viszek adományt, fogadjanak örökbe, vagy sétáltassanak kiskutyust, és akkor ezzel foglalkoznak, hogy nekem ott a hasam ö, éppen hogyan néz ki. Egyébként pont akkor megjött, tehát nyilván sokkal jobban fel voltam puffadva. Tehát, hogy ennyi. És akkor én meg ezen gondolkoztam, hogy hm, de jó, akkor most úgy nézek ki, mint ugye, hogyha terhes lennék, hogy mikor megjön. Tehát, hogy ez egyébként Nohat ez jó. csodálatos, hogy már önmagában az is tabu, amit most itt elmondtál, hogy már amúgy hol jársz a ciklusodban, és a, tetszik vagy nem, van rajtad plusz két kiló, mert annyi vizet tart vissza Igen. a szervezeted. És, és látom, hogy a fém igen. is fel van, van puffadva, és egyebek, és ezt nagyon tabunak tartják az emberek, hogy erről kommunikáljunk, de hát most nők vagyunk, hát miért ne kommunikáljanak, a férfiak is tisztában vannak azzal, hogy a nőknek van ciklusuk. Tehát... Egyébként nem minden férfi, ez a tapasztalatom, szóval szomorú. Hogy igen, tehát azért mindig jönnek erre meredek kommentek, mikor ilyen témákról írunk a VMN-en, meg így Redditen lehet csodálatosan szórakoztató ö, ilyen ventilálásokat olvasni, hogy ö, ő nem, ő, tehát jobban tudja férfiként, hogy hogy működik a női szervezet. Ja, igen. <laughs> szóval, hogy ezért én azt gondolom, hogy nem lehet elég szer beszélni ezekről a dolgokról, és lehet, hogy ebben szintén nagyon fontosnak érzem a, a, az influencerek szerepét, hogy igenis tanuljon meg tisztelettel beszélni a női testről. Igen. Meg hogy... nem tudnak. Igen. Szóval szerintem ezt te szoktál így hadakozni kommentben? Hogy, mm. hogy egy kicsit így elmagyarázod, kioktatod akár az embert? Már nem, és pont azért nem, mert annyira fölösleges, de hogy tényleg fölösleges, tehát, hogy, hogy párszor voltak erre próbálkozásaim, hogy leírom neki, és tovább folytatja. Uh -huh. és, és olyan blödségeket ír le, hogy de hogy, hogy konkrétan kettő áll a fülem, tehát hogy fölösleges felevitatkozni, vitatkozni. Mert uh -huh. egyszerűen én nem fogom tudni megváltoztatni, és ő úgy is tolni fogja a hülyeségét. Bármit írsz neki. Hát ezek fényében különösen nagyra értékelem a túlságosan vékony falaknak azt a jelenetét, amikor énekelsz élőben. Melyiket? Ö, a mindenki? Igen, igen. Tehát, hogy azért ez most így még az én fejemben is kapott egy egy ilyen különös. Nekem az az egyik hogy jelentem, és nem azért, mert hogy én énekelek benne, hanem utána úgy az egész hangulat. Na, ezt mondjuk az... el egy picit annak, aki még nem látta az előadást, ajánlom egyébként, hogy, hogy nézzétek meg már. Mert... Hát, és 22-én lesz, hogy egy gyertek. Na jó, engem nagyon felkavart. Én utána összevesztem kint egy kicsit egy. Egy. Ö, bevalom. Igen. Mert hogy. Ö, Beszélgettünk egy nagyobb társaságban, ahol voltak olyanok is, akikkel először találkoztam, és nyilván nem akarsz segfejnek tűnni. De olyan csúnyán beszélt rólatok. Tényleg? Hogy én így mondtam, hogy ne haragudj! De te mit néztél az elmúlt két órában? Ez az előadás arról szól, hogy attól, mert valaki tartalmat készít, ő nem egy céltábla, és te nem beszélhetsz róla máshogy, mint, mint más, tehát hogy nem tárgyasíthatod ő, és hát ebből így lett egy kisebb vita, <laughs> akkor köszönjük szépen, <gül> és <gül> uh, én bevallom, hogy engem nagyon felkavart az előadás, egyrészt azért, mert nekem is van ehhez kapcsolódásom, tehát a feminista, uh, nem tudom, cikkeim után, vagy olyan cikkek, amik fiús témáról szólnak, akkor ott mindig van valaki, aki ment el és Persze. tehát, hogy mindig, mindig van olyan, ami, ami miatt tudok ehhez kapcsolódni. De hogy az, hogy élőben, utána, amikor én ilyen tényleg kicsit megrendülve jöttem ki, hogy Úristen, azért ebben én nem gondoltam be, hogy ez nagyon kemény lehet, mikor nem tudom, fél millió ember ugrál a nyakadon. Mm, akkor utána ezt így megkapni, hogy van, akinek egyáltalán nem jött át a lényeg elnek. Nagyon sok embernek szerintem nem jön át, hogyha eljön az előadásra, és nem feltétlenül van ezzel probléma. Szóval nekem is mondjuk, tehát voltam már olyan előadáson, amit megnéztem, és mondom, hogy hát ez, én, ez nekem ez most annyira nem. A mások pedig az, hogy úristen, hát ez a legjobb. Vagy például akár egy filmet is, nem is tudom, már pont a férjemmel beszélgettünk csillagok között volt, azt hiszem, az, van ilyen filmcím, ugye? Azt hiszem... Igen, azt hiszem. Na mindegy, valamelyik ilyen, ilyen űrizés kifi filmmel Igen, kapcsolatban. Igen, van ilyen mondta, hogy úristen, hát az a, az a kedvenc filme, és hogy újra meg kell nézni, nekem meg például semmi nem volt. Közben egy jó film, de hogy rám nem gyakorolt hatás. Nem mást adott, szóval, hogy igen. mások vagyunk. És ne, rá nem gyakorolt hatás, szíthatnak minket, de ugye azt figyelembe kell venni, tehát ugye ez az előadás, mi nem színészek vagyunk, akik ott előadjuk. Kivéve ezt. az imit, ugye a Kivéve kis imit, az imit, aki valóban színész. Igen, de hogy hogy én régen egy kis színi uh, tanodával előadtam a valahol Európában, ahol gyerekszereplő voltam, szóval hogy így egy picit belekóstoltam, de nyilván nem vagyok színész. Tehát, hogy alapjáraton aki beül, annak így kell nézni az előadást, hogy mi amatőrök vagyunk teljes mértékben, és olyan szinten megnyílunk magunkról, vagy ugye az egész világról, vagy világunkról, illetve ugye nem csak az influencer létet mutatja be ez az előadás, hanem valójában azt, hogy mennyire belekúszott az online tér a mindennapjainkba, és hogy már tényleg a bőrünk alá is bekúszott az, az online világ, a, a social média, és hogy Mindenki használja a social médiát, tényleg mindenki, és, és azok is felhasználják, akik nem tartalomkészítők, de ugyanúgy posztolnak, ugyanúgy ö, egy jobb oldalukat, vagy bármit akarnak mutatni ugye a közösségi médiák ugye a felületeken. Szóval, hogy, hogy valójában, oké, okay, meg vannak a tartalomkészítők, és csak a felhasználók, de mégis együtt vagyunk ott ez, ebbe a közösségbe. Na, tegyünk vissza a jelenethez, csak Igen. hogy értse az is, aki még nem látta az előadást, tehát, hogy egy. Uh, igazából énekelsz élőben, Igen. a közönség előtt, ami nem lenne amúgy egy ilyen nagyon különleges dolog, hiszen milliószor élősz már életedben, nagyon sok ember előtt, de azért úgy sejtem, hogy ez mégiscsak egy más helyzet, amikor ott ülnek az orrad előtt az emberek. Nagyon. Alapjáraton ugye ez a dal a mindenkiét adom elő, és az érdekesség ennek a jelenetnek, hogy Imi egy Playstation-nel kísér engem gitáron. <gül> <gül> Tehát, hogy <laughs> Ilyen, az egész ilyen, mi a franc konkrétan. És és a dal, ugye, arról szól, hogy az emberek nem érzik a határokat. Uh -huh. És ott azt úgy, úgy előadni, és minden egyes alkalommal újra és újra megélni. Egyébként sokszor volt olyan, hogy majdnem elsírtam magamat közben. És nem csak majdnem. És képzeld el, hogy sok, sokan írták, hogy nekik ez a jelenet, ahol ugye ott biztosan bekönnyeznek és nem, nem, tudom pontosan megfogalmazni, hogy, hogy mi miatt van ez ekkora hatással az emberekre ott akkora és abban a pillanatban, de talán, talán úgy, az, úgy az egyszerűség és a tisztasága, hogy tényleg, ugye erről is szól, hogy csak egy ember vagyok, és tényleg csak egy emberként jelennek meg ott, abban a pillanatban én nem bénajdéka a tartalomkészítő, bénajdéka az énekesnő vagyok, hanem csak egy ember, egy sebezhető ember, ami, akivel mindenki tudott abban a pillanatban azonosulni, és talán ez az, ami miatt a legjobban tudnak ők is azonosulni ugye ezzel az egész jelenettel. Pont ezt a szót írtam fel én is ide magamnak a kérdéseim közé, hogy sebezhetőség, hogy ehhez én úgy érzem, hogy nagyon nagy bátorság kell. Akkor is, ha tudjuk, hogy van egy támogató közösség körülöttünk, ahol szintén nagyon sokan vállalják, akár csak privát üzenetben is feléd az ő saját traumájukat, problémájukat, lelkiállapotukat, azért ez mindig egy nagyon nagy bátorság. Amikor elkezdtetek dolgozni ezen az előadáson, akkor, akkor te tudtad, hogy ezt a részét akarod megragadni a, az online létezésednek ezt a fajta sebezhetőséget. Pont amikor készítettük ugye ezt a darabot, mert ez egyébként úgy készült el, aki nem tudja, hogy minket interjúztattak folyamatosan a dezsőjék, ugye a rendező, és, és abból a szeletekből kerültek került bele minden magába a darabba, vagy az előadásba és én akkor voltam az egyik legmélyebb pontomon, és nyilvánvalóan egy sokkal depresszívabb oldalam került bele ebbe az egész előadásba, mint amit általában úgy látni szoktak belőlem az emberek, és pont ezért nem bánom, mert az is én vagyok, és viszont nagyon nehéz újra és újra élnem azt az énemet, azok után, hogy már jól vagyok. Uh -huh. Szóval nem is tudok belegondolni, hogy abba, aki valóban színész és állandóan játszik, mit érezhet a színpadon. Szóval nagyon megterhelő és, és nagyon nehéz, de de közben meg talán tényleg pont ez, ami miatt ö, át tudok adni valamit az embereknek, hogy ott egy olyan mély pontomat mutatom meg, és nem csak a nem csak a mosolygós, vidám rékát. Nagyon sokan, akik ö, tartalmat készítenek, azt mondják, hogy utálják hallani a saját hangjukat, utálják vágni a saját videóikat, ö, nem különösebben okoz nekik örömet az, hogy a saját képeiket szerkesztik. Ezt nem értem, hogy miért. Ö, ren, rengetegen vannak képzeld el, és egyébként nekem ezt annak idején meg kellett tanulnom, amikor rádiózni kezdtem, hogy ne gyűlöljem a saját hangomat hallani. Mert ugye mm -hmm. egy picit mást hallasz a fejedben, mint Persze. ami visszajön a, a különböző gépekből. <kül> És vágás közben úgy valahogy így megbarátkoztam a saját hangommal, tudtam, hogy milyen kliséket használok, milyen fordulataim vannak, akkor volt olyan, hogy na jó, most ha még egyszer, még egyszer elmondod ezt a szót. Igen, ez már akkor nem akkor ez lenni, mondjuk. <laughs> tehát, hogy tanultam egyfajta önreflexív munkát így magammal szemben. És az érdekelne, hogy te, aki a, a saját tartalmaidat visszanézed, vagy menet közben, amikor készíted, ez ad-e valami valamifajta kapaszkodót előadóként? Tehát, hogy nem tudom, objektívebb tudsz lenni, vagy, vagy bátrabban ö, tudsz játszani a, a jelenléteddel a színpadon azért, mert megszoktad az, hogy folyton visszanézed magad, dolgozol a saját ö, látványoddal, illetve az azonalisággal is van egy, egy szoros kapcsolatod az online térben. Hm. Én, én engem egyáltalán nem zavar viszont látni magamat így a videókban, de valószínűleg ez abból is adódik, hogy már nagyon régóta csinálom ezt. Én nem emlékszem már, hogy az első reakcióm mi volt arra, amikor mondjuk először hallottam vissza a hangomat, vagy először néztem vissza magamat így mozgóképen. De, de hogy, és valószínűleg azért sem zavar ez engem, mert hogy egyrészt én nagyon kritikus vagyok magammal, szóval minden egyes hibámmal tisztában vagyok, és mivel tisztában vagyok ezzel, azért nyilván igyekszem rájuk figyelni, de van, hogy nem figyelek, és ezt viszont látom a, azon, amit ugye felvettem, és úgy vagyok vele, hogy hát igen, ez is én vagyok, a hibáimmal együtt. És pont ettől leszek más, tehát hogy nem kell, a tő, nem kell tökéletesnek lennünk, és igen, valószínűleg, mikor majd visszanézem ezt az, ezt a beszélgetést, abban is lesz az, hogy... Ah, miért használtam újra és újra ugyanazt a szót. Mindig van nekem is. Mert mindig van éppen valami aktuális szó, amire rákapok, és utána újra és újra használom egy darabig, és már volt olyan, hogy édesapám szólt, hogy figyelj, túl sokat mondtad ezt egy videóba, ebből ezen szerintem javítsál. Tehát, hogy, hogy én igen, kielemzem magamat, és ezért már vannak dolgok, amikre tudatosan figyelek, de van egy pont, amikor az ember már nem erre gondol. Tehát, hogy amikor a színpadon állok, akkor nem gondolkozom azon, hogy hú, most nem, nem tudom, nekem így és így kéne ahhoz, hogy karcsúgnak tűnjön a dereka, mint például egy fotónál, hogy jól be tudsz pózolni. Ott abszolút egy, egy csupasz rékát láthatnak egyébként az emberek, mert én olyankor nem koncentrálok erre, én olyankor az, a, hogy annyira átélem a zenét és, a, és azt, amiről írok, hogy nekem ott megszűnik minden, csak a közönség, és csak én vagyok és, és nem gondolok arra, hogy na most akkor nem tudom, hogy néztem ki, vagy éppen majd mit fogok mondani a közönségnek, és hogyha valami hülyeséget mondtam, hát akkor az megtörtént. Tehát, hogy pont ez a szépség az élő dolgoknak, hogy hát jó, hát akkor ott most hülyeséget mondtam, volt már ilyen egyébként, hogy össze-vissza beszéltem, pont ezt egy, egyik dalomba is leírtam, hogy össze-vissza beszélek, és elakad a szavam. Tehát, hogy ilyen típus vagyok, hibázok, mindannyian hibázunk, és ettől vagyunk emberek. Nem, nem szabad erre úgy gondolni szerintem, hogy jaj, nem már itt, itt, pont ezt így rosszul mondtam, ez, ez így nem jó, nem jó a hangom, nem tudom, van az arcomon egy kis pattanás, hú, hát az ott is szörnyű. Így, így tehát, hogy nem minden tökéletes. És pont ez a probléma szerintem, hogy ugye a social média annyira ezt a tökéletes világot akarja mutatni, és emiatt érezzük ezeket az aprócska hibákat olyan súlyos problémának. Én iszom a szavaidat, Annyira jó, jó ezt hallani, hogy, hogy, így gondolod, hogy igazából neked azt a, pont azt a stabilitást hozta meg ez, hogy igen, nem vagyunk tökéletesek, igen. És akkor mi van? Mert ha tisztában van magával, szerintem az ember, akkor nem tudnak neki fájdalmat okozni. Tehát, hogy egy, so egy rengeteg ideig, amíg én, hát ugye volt én a és egyebek, és nem éreztem jól a bőrömbe, hogyha akkor mondta valaki, egy úristen, hogy néz ki ez a lány, ez ö, meg van hízva, akkor nagyon rosszul esett. De onnantól kezdve, hogy én kiálltam a közönségem elé, és felvállaltam, hogy igen, nézzétek, ez vagyok én, nem vagyok egy, egy vékony lány, tessék. És onnantól kezdve magamról is lekerült ez a súly, és nem tudnak ezzel megbántani. Tehát, hogyha tisztában vagy önmagaddal, akkor nem hiszem, hogy meg tudnak bántani az ilyen dolgokkal, a külsőségekkel. Mm. Az jutott eszembe, hogy uh, például Judlónak tudom, hogy van olyan száma, amit eredetileg nem is tervezett megjelentetni, csak a koncerteken játszotta, viszont aztán annyira jó meg volt szerették? a visszhang, és nyilván így az elsődleges visszacsatolás a koncerteken túl a, a közösségi médiából érkezett, hogy végül kiadta a dalt, Milyen és a ez? Fú, fejből nem fogom tudni megmondani, de azt tudom, hogy fekete-fehér a videóklipje. És uh, arra vagyok kíváncsi, hogy neked van-e olyan, amikor uh, valamit megírsz az offline világban, és úgy, úgy, úgy piszkálja egy kicsit a, a, az, az agyadat, hogy ezt azért jó lenne így, így, így kirakni belőle egy részletet, de mégse akarsz kirakni be, tehát hogy ez hogy zajlik nálad, hogy hol jön el az a pont, hogy valamit a nyilvánosság előtt is megmutatsz? Fú, ez nehéz kérdés, tehát, ha most ugye a zenei részéről beszélünk, ott én, én, ugye azért felszoktam töltögetni TikTokra. Mondjuk nem, nem. Tehát, hogy egy, egyszer egyszer volt csak ilyen, hogy ilyen apró részletet feltöltöttem igen. belőle, mert igen, van olyan, hogy, hogy mondjuk leülök, elkezdek írni valami dalt, és így gondolkozom, mert, hogy mm, nem tudom, amúgy nekem tetszik, de nem, például egy ilyen furcsa érzésem volt ugye a dallal kapcsolatban, de nem tudom ezt megfogalmazni, hogy mi, de hogy így, nem, nem tudom. Uh -huh. És úgymond igen, ott abban a pillanatban szükségem volt a visszacsatolásra, és feljátszottam zongorán, és, és kitettem. És nagyon sokan írtak alá, hogy nagyon tetszik ez nekik, és például azt a dalt így most rá is tettem az albumra, Úgyhogy, és lehet, hogy egyébként nem biztos, hogy befejeztem volna, Aha. és pedig egyébként az lesz amúgy a záró dala is, tehát hogy ez egyik legfontosabb dala így végül az albumnak, tehát hogy akkor lehet, hogy nem fejezem be. Meg tudod fogalmazni, hogy mit jelent a számodra a, az online közösség, a, tehát maga a social médiás jelenlét? Hú, hát ez nagyon nehéz kérdés, hogy mit jelent Aha. az egész közösség. Hogy, egy, média. hogy hogy te mondjuk feladatként tekintesz arra, ha tartalmat készítesz, vagy ez neked egy ilyen természetes uh, része az életednek, vagy tehát hogy mit, mit jelent az számodra, amikor neked egy új tartalmat kell létrehozni. Alapjáraton, ha onnan fogom meg, hogy maga a közösségi média nekem egy nagy inspirációt jelent, oh. és ugye a munkámat. Másrészt pedig, ha ugye a munka felől közelítem meg, Néha szokott bennem nyomás lenni, hogy uh, már nem posztoltam egy ideje, és ki kéne raknom valamit, és régen ezt nagyon rosszul kezeltem, most pedig már úgy vagyok vele, hogy ne, akkor nem teszek ki, uh -huh. ha nem akarok megosztani valamit, és... Uh, én, én úgy érzésből, tehát hogy éppen van olyan napom, amikor rengeteget instasztorizok, mert most jól esik, vagy most éppen fotózni akarok, és azt meg akarom osztani, és megosztom, de ha olyan állapotban vagyok, hogy nekem ehhez most nincs kedvem, akkor nyomás hatására ezt nem fogom megcsinálni. Szóval én nálam ez már csak egy, egy jó érzés, és nyilvánvalóan ott vannak a kötelező tartalmak, úgymond, amikor ugye egy együttműködés van. És én csak olyan együttműködéseket vállalok el, amivel tényleg jól érzem magamat, és pont ezért nincsenek is tele egyébként reklámokkal a, a felületeim, szóval nem tudom, ha van kettő kb. maximum. És, és ugye nyilván azokat is el kell készíteni, de jó érzéssel csinálom meg ezeket, mert szeretem csinálni az egészet. Úgyhogy, úgyhogy nekem egy kreativitást, egy, egy inspirációt ad az egész közösségi média, mert hát valójában az egész életemet adta. Hm. Ez szép gondolat. Hogy uh, tulajdonképpen tényleg lehetővé tette, hogy azt az életet éld, amit... Igen, amit amire mindig is igen. vágytam. Ha nem lenne a közösségi média, nem tudom, mit csinálnék. Biztos, hogy... Kital egyrészt biztos, hogy zenélnék, de de lehet, hogy lenne, úgymond idézősen civil munkám mellett, esőt biztos, hogy kellene, hogy legyen civil munkám. Um, de hogy nekem a közösségi média hoztál, úgymond, úgymond az örömöt ilyen szempontból az életemben, hogy hogy minden nap úgy kelhetek fel, hogy valami olyan dolgot csinálok, amit szeretek. Hogy, hogy zenélhetek, hogy hogy fotózhatok, hogy videót készíthetek, hogy a kutyusaimmal sok időt tölthetek, vagy hogy segíthetek másoknak. Vagy hogy lehet egyáltalán olyan életet, hogy hat kutyának segíthetek. Így van. Egyszerre. Igen, igen. Tehát hogy ezt is mind-mind is a közösségi médiának köszönhetem. Szóval én, én borzasztóan hálás vagyok, úgy mm. úgymond a social médiának. Én örülök, mert uh, minden tehát mindennek tudjuk, hogy megvannak az árnyoldalai, mindent túl lehet tolni, minden. tehát a, nem szeretném ezt sem egyik, sem, irány, sem másik irányba eldönteni ezt a kérdést, és pont azért beszélünk minden oldaláról ennek az egésznek a, a, a tavaszi évadban. De, de én örülök, hogy hogy van olyan, és hál' Istennek itt is megfordulnak ö, olyan előadók, olyan, ö, olyan szakértők, akik azt mondják, hogy igen is van ennek nagyon-nagyon jó oldala, és szerintem fontos az, hogy, hogy kimondjuk, hogy azért hálásak is vagyunk azért, mert Persze. jó dolgok történnek velünk azért, mert mi tartalmat készítünk. Persze, hát tényleg rengeteg-rengeteg mindent köszönhetek, amiről csak álmodtam maximum gyerekkoromban, sőt voltak hm. olyan dolgok, amiről álmodni sem mertem az, hogy rákerülök egy, egy magazinnak a címlapjára. Hm. Tehát, hogy úristen, vagy hogy most éppen jelölt lettem egy événekes női kategóriában, szóval, hogy ezek mind-mind olyan dolgok, hogy úristen, és, és én azért hálás vagyok. Nyilván ott van a negatív oldala, de milyen munka az, aminek nincsen oh, negatív oldala? Vagy, vagy, mi az az életben úgy ámblok, aminek nincsen rossz oldala? Nincsen olyan. És pont ezért van balanszban. Mert ott van a pozitív és a negatív oldal is a civil életedre, vagy a, szem, a, tehát a, személyes közvetlen kapcsolataidra hogyan hatott vissza az, hogy neked nagyon nagy követő táborod lett? Mm. én szerintem az emberekben, hogyha influencerre gondolnak, és direkt most az influencer szót fogom használni, azt gondolják, hogy folyamatosan telefon van a kezedbe, és mindent fotózol, és videózol, és így mászkálsz, és egyébként még filmekbe is így csinálják Igen. meg. De közben ez annyira nem így van, szóval, hogyha én találkozom a barátaimmal, pont ez az, hogy elfelejtek bármit is csinálni, és néha már a barátaim szokták mondani, hogy Rika, nem videózol? Vagy nem videóztál? Vagy ilyesmi, mondom, hát nem, srácok, elfelejtettem volt. És mi? Hát, de nem te vagy az influencer? hát nem jó, van, hát. Tehát, hogy, hogy nem befolyásolja annyira így a hétköznapi életemet ez. Régen mindent megörökítettem. Most már pedig nagyon figyelek arra, hogy, vagy nem is az, hogy figyelek, hanem pont ez az, hogy már így elhagytam. Tehát amikor elő akarom venni a telefont, elő fogom venni, hogyha nem akarom, akkor nem. Sokkal jobban odafigyelek a régi énemhez képest arra, hogy például mondjuk a családomat nem mutatom olyan szinten, meg hogy még egy családi nyaralás hogyan zajlik, mert igen, nyilvánvalóan voltak ilyen videóim is. De most már nem, mert nem szeretném a szüleimet is kitenni egy ilyen akár rosszabb, negatív felületnek. Vagy például a férjemtől se várhatom el azt, hogy szerepeljen minden videón, vagy, vagy bármi ilyesmi, csak akkor meg az jön, hogyha már rég szerepelt, hogy na, biztos elváltak. Úr tudom. úristen, mindenre szóval, van egy, egy magyarázat. Igen, vagy hogyha valamint nem mutatok meg sok ideig, mert éppen mondjuk nem azon van nekem se feltétlen a fókuszom, de amúgy ugyanúgy foglalkozok vele, akkor meg már biztos nem csinálom, abba hagytam, izé, bármi ilyesmi. Szóval, Ö, meg én arra is figyelek, hogyha vannak barátaim, és mondjuk pont akarok készíteni egy, egy fotót mondjuk mondjuk egy, egy sütögetésünkről, vagy bármi, megkérdezem a többieket, figyeljetek, akartok szerepelni rajta, vagy nem. Ha valaki azt mondja, hogy nem, én tiszteletben tartom, én inkább megkérdezek mindenkit, de általában meglepő, mindig mindenki szerepelni szeretne, úgyhogy ilyen szempontból jó. Ez jó. Vagy hogy, hogy én, én ez fontos, hogy elhangzik a kérdés, hogy akarsz-e, mert az igen. egy valid dolog, hogy valaki nem szeretne. Persze, hát most nem azért, de mekkora bunkóság már az, hogy te éppen most tényleg rengetegen követnek téged, előveszed a telefont, és akkor most nem nem tudom, elkezdesz sláivozni, úgyhogy ott van olyan ember, aki meg lehet, hogy ő nem akar ebbe az egészbe benne lenni, és te meg se kérdezett tőle ezt. És mm. neki az borzasztóan rosszul esik, mert nem mindenki akar valda fényben lenni. Ez, vagy akár problémát okozhatsz az életében. Persze. Ugye persze. Van, egy, van egy csomó ilyen videó TikTokon is, uh, meg Instán is, hogy mondjuk valaki meccsen van. Ahol nem kellene lennie, ja. és akkor ugye a, a kiszem. Ja, igen, és igen, a, igen. Nem feltétlenül az az emberül mellette, akivel amúgy ő, neki mutatkoznia kell, vagy ugye a klasszikus mém, biztos emléksz erre a Taylor Swift koncerten, aki úgy szökött el a munkahelyéről a Taylor Swift koncertre, hogy egy plédet terített a fejére. Úr, és én ezt nem láttam. Ez csodálatos az egyik kedvenc mémem, hősöm, aki elszökött a munkahelyről, beteget jelentett azért, hogy elmehessen a Taylor Swift koncertre, és ezért letakarta a fejét egy pléddel, amire fölrakta a napszemüvegét, ne. és a híradó így... Így interjú voltam meg, ezt szerintem csodálatos. Ez zseniális. Was. Én ezt nem láttam, pedig amúgy nagyon szeretem Taylor Swiftet, Igen. De de ez zseni. Is. Na, egyébként Taylor Swift szintén egy nagyon jó példa arra, Emeldem, hogy azt mekkora ereje van egy rajongó követő bázisnak. Ez biztos. Tehát, hogy konkrétan nagyon komoly társadalmi vetülete van az ő munkásságának. Nála elképesztő most ugye például az is, hogyha megy valahova koncertezni, most hirtelen nem tudom, hogy melyik ország, aki direkt még többet is fizet, hogy csak abba az országban menjen el, mert hogy ugye annyira megemeli az országnak a GDP-jét. Szóval, hogy ez egy elképesztő, hogy milyen hatása van, és hogy egyébként én nekem tök furcsa ez a Taylor shift jelenség olyan szempontból, hogy én szeretem, én hallgatom a dalait, és rengetegen meg annyira utálják. Hát mert igazából idegesíti valószínűleg őket, hogy hát de mi az a csaj, az semmi különleges, miért imádják ennyire? Én ezt olvasom. Tényleg? hogy ez mi? Hát nem, így, nem, így, nem ír így, 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 így olyan jó daloka, de hogy valamit mégis csak nagyon jól. Hát 70 ezer embernek koncertezni, meg három és fél órás koncertet végig és végén Pont tegnap került fel ugye a nem is tudom, melyik ilyen szolgáltatóra ugye a, az ő filmje, és hát az az tour. Hát az a, a, nő, amit ott végigcsinált, mindent megérdemel. Tényleg, mert, mint, hogy pozitívan mindent megérdemel, mert hogy három és fél órán keresztül táncolni, mozogni, amit kitalál, és hogy ő valóban, ő írja a dalait, ő rendezi a klipeit, ő talál ki mindent magával kapcsolatban, úgyhogy zseniális. Nekem ő egy óriási inspiráció. Igen, és ő például nagyon tudatosan ö, használja jó nagyon. értelemben a közösségi médiát. Az, hogy mit szivárogtat, emlékszem, hogy a, a COVID alatt ö, hogyan dobta be a, a, bombát, hogy hát ő amúgy karanténban így csinált egy lemezt, és Igen. tökre nem az, mint amire számítottál, mert egy folkos lemezt hozott. Igen. ki. Vagy hogy ö, például, amikor a Spotify-nak az év végén vannak a, hogy melyik számokat Igen. hallgattad, a saját egyéni top listát, kedvenceit, stb., ugye ott ö, voltak videóüzenetek is. Igen. És hogy ö, úgy tehát még azt az apró kis videóüzenetet is úgy fogalmazta meg, mintha csak neked szólna, és hogy... Nagyon jól kommunikál. Tehát, hogy szerintem ez iszonyat fontos. Ugye nemrég volt az az ügy, amikor uh, deepfake uh, pornót készítettek Taylor Swift. Uh, Én szerencsére hozzám ezt nem jutottam. Uh, valószínűleg azért nem jutottam, mert hogy akkor a felháborodást keltett az ő táborában ez, hogy konkrétan a törvényeket megváltoztatják amiatt, hogy ugye a Swifty kör az teljes mértékben mondjuk, fölháborodott. Tehát, hogy ezért mondom, hogy társadalmi vetülete van annak, hogy egy online közösség hogyan reagál arra, hogy az ő kedvencüket bántják. Tehát, hogy a, a, sötét oldal, hogy, hogy gyakorlatilag bárkinek már a mesterséges intelligencia képes a Ez képével, nyilván nem tudom, pornóképeket vagy bármit létrehozni, ott van mellette az is, hogy igen, de ha közben sok millióra rajongó azt mondja, hogy na jó, ez nem mehet így tovább, és követeljük a döntéshozóktól, hogy az azonnal változzon meg, akkor viszont a törvények változnak, és sokkal szigorúbb büntetése számíthat az, aki ilyet tesz valakivel, és ez nyilván onnantól nem csak Taylor Swiftre vonatkozik. Persze, hanem mindegy. Tehát, hogy borzasztóan jót tett Így van. ezzel. De szerintem ezek tök fontos dolgok. Igen. Tudod, mi a jó benned? Min nagyon sok jó van benned, de hogy mi az, ami a legüdítőbb benned? Mi? Hogy hogy ezt te, totális összhangban érzem, így, hogy mi most találkozunk így közelről személyesen Igen. először, voltunk már sok rendezvényen, ahol mind a ketten jelen voltunk, de hogy nem beszélgettünk soha hosszabban. De hogy, hogy, teljesen ugyanazt kapom élőben, belőled, mint amit te a saját felületeiden. Ez és nagyon ez, jó. szerintem ez nagyon, ez egyrészt nagyon fontos, másrészt nekem ez nagyon üdítő, hogy, hogy nem, nincsen semmiféle máz, ami, ami a, ide egyébként, ez viccen kívül mondom, hogy a popfilterbe nem hívunk szarfej embereket, mert nem, a, érted, ki akar a hülyékkel beszélgetni. Nyilván. Hát, És ö, emiatt én nekem itt nagyon jó dolgom van ebben a stúdióban. De, de azért a 15 éves újságírói pályafutásom alatt jó néhányszor belebotlottam abba, hogy valaki, akiről gondoltam valamit, nagyon nem az volt az életben. Hát sok ilyen ember van és ezért ez, ez szerintem nagyon jó, hogy, hogy valaki, aki ennyire mm, ennyire szem előtt van, hogy így mondjam, az a, amikor nincs annyira szem előtt, mert itt most kamerák vannak, de hogy amikor hosszan beszélgetsz valakivel, akkor ez kibújik a szögazságból. Persze. Pont az egyik legjobb barátnőm, mert elsős korom óta ismerem, szóval, hogy ő mond, az egész életemet végigkövette, és pont ő mondta nekem, hogy ő egyébként azt szereti bennem, hogy még mindig ugyanaz a kislány tudok lenni. mint hogy ugyanaz a, az az énem megvan bennem. Uh -huh. és, és attól, hogy mondjuk sokan elkezdtek követni, nem jött rám egy ilyen, na most én vagyok a Jani, és megmutassam magamat, hanem, hanem én ugyanaz vagyok. És a barátnőm például kozmetikus, és mondta, hogy mindig mennek hozzá ugye a, az emberek, és kérdezik, hogy te ismered ugye a Rikát? Ő milyen? Mondj már valamit róla. És mindig mondja, hogy ugyanolyan, mint amit látsz a videókban, és nekem ez egy, Nekem ez, ez, a legjobb visszacsatolás, amit mondhattál, mert, mert hogy én, 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 tényleg ilyen vagyok, és sosem hazutoltam meg magamat, és remélem, hogy soha nem is fogom. <laughs> Nekem pont most a becézős posztom alatt bekommentált egy barátnőm, akivel középiskolában együtt jártunk, és azóta is ö, tök jó baráti kapcsolatban vagyunk, hogy ugye ott vitatkoztak, hogy akkor de most Adri, nem Adri, Adrien, hogy szólítsanak? Nem tudom, mert hogy én az Adrien szeretem, és egy, egyébként nagyon sokáig engem úgy is hívtak, csak valamiért így el elkezdtek emberek ilyen random mindenkit becézni, nem tudom, ez biztos egy divat. <laughs> és, én gyöngyi barátnőm bekommentette, hogy nekem meg egy pöcsli vagy. <gül> <Sitt>. <gül> Az a helyzet, hogy ebben benne van minden, hogy ugyanaz vagy, mint aki voltál. 10-20 évvel ezelőtt. Szerintem ez egy tök fontos dolog. Igen, hogy megmaradjunk emberek, még akkor is, hogyha többen figyelnek ránk. Ennél nem tudok jobb végszót. Az egész évadnak nem tudok ennél szebb és fontosabb gondolatot. És ez vonatkozik a tartalomkészítőtől a kommentelőre mindenkinek, hogy, vagy mindenkire, hogy, hogy megmaradjunk emberek. Nagyon köszönöm, most én is köszönöm. Megölelgetnélek így a, kamerák előtt, de nem fogom most felborítani itt a berendezést a stúdióban. Nagyon köszönöm, Réka. Én is köszönöm. Várom nagyon az új lemezedet, és, és azt kívánom neked, mert szoktunk kívánni is, hogy, hogy te lehess mindig olyan ember, amilyen szeretnél lenni. Köszönöm szépen! Köszönjük a figyelmet!